Köszöntöm a Cikk Ádor magazin nézőit. A választások után megtartotta első rendes ülését Bátaszékváros képviselőtestülete. Összesen 25 napi rendi pontról döntöttek. Jövőre sem emelkednek a helyi adók, így az iparűzési adó és a kommunális adó sem. Bátaszék első képviselőtestületi ülésén 25 napi rendi pontról döntöttek. A döntések meghozatalában minden képviselő a város érdekeit tartotta szem előtt, mondta a város polgármestere Bozsolik Róbert. Ennek megfelelően nem nőtt 2020-ban sem a helyadó, az iparűzési adó és a kommunális adó mértéke sem. Döntést hoztunk arról, hogy újabb 5 esztendőre meghosszabbítjuk mind a gyermekorvos, mind a fogorvos feltelátási szerződését. Bátaszékiek számára azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valamennyi orvosi körzetben, akár felnőtt, akár gyerek vagy fogorvosi körzetben szakorvosi ellátást tudunk biztosítani. Nagyon örülünk, hogy ez Bátaszék azon kedvezményezett települések között van, akik ennek a lehetősége megvan. Döntöttünk arról is, hogy sajnos az élelmiszerárak növekedése miatt a gyermekek térítési díját emelni kell 2020. január 1-től. Ez átlagosan 6 és 10% közötti emelkedés fog jelenteni. Egy ebédnél ez durván 30, illetve 50 forint közötti költségnövekedés fog az érintett szülők számára jelenteni. De sajnos haladunk a piaccal, és a piac árnövekedését le kellett kövessük. Nem változnak 2020-ban a kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak, tehát nem növeljük itt sem a tereket, és a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó díjak sem változnak. Így az volt az általános álláspont, hogy a lakossági terhek növelését nem célszerű önkormányzati berkekben továbbfokozni. Iparterület fejlesztésében egy újabb lehetőséget próbálunk megragadni, nevezetesen elvilegben jóvá hagyta a képviselőtestület, hogy egy sajtüzem létesüljön majd az iparterületünkön. Megkezdjük a tárgyalásokat, előkészítéseket, és bízunk benne, hogy minél hamarabb meg is tud valósulni ez a beruházás. A sajtüzem 10-15 embernek ad majd munkát a városban, amely iparűzési adó tekintetében is hozzájárul a város költségvetéséhez. Elkezdte a helyi képviselőtestület a klímastratégia kidolgozását is. Egy klímatudatosabb gondolkodást szeretnének meghonosítani. A stratégián belül megfogalmazzuk azokat a feladatokat, hogy egy háztartás mit is tud tenni annak érdekében, hogy a maga módján hozzájáruljon a klímaváltozásnak a csökkentéséhez. Ez egy jó másfél éves programsorozat lesz, amit itt végre fogunk hajtani előadások tartásával, egyesületek bevonásával. Kiválasztottuk azt a gazdasági társaságot, aki egyrészt a rendezvények bonyolításában lesz a segítségünkre, másrészt segít nekünk összeállítani a klímastratégiát. Több gazdasági társaság is beszámolt a 2019. januártól októberig tartó gazdasági évük teljesítményéről, így többek között a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Is. Ugye tudjuk, hogy a Marketing Nonprofit Kft. Az a Bátaszék közművelődésének a feladatait látja el, és hát nem véletlen az, hogy ez a kérdés, hogy 10 hónap elteltével minden évben be kell számolniuk, hogy ez most már második, harmadik év óta rendszeresen megtörténik, tekintettel arra, hogy hát azért voltak az első időszakban olyan tranziens állapotok, amikor hát utólag derült ki, hogy azért pénzhiány meg egyéb van, és hát ezt mindig az önkormányzat, mint tulajdonos szeretné megelőzni. Ez a részben abból állt, hogy beszámolt a Kft.-nek az ügyvezetője a tevékenységükről, a mögötti pénzekről, bevételeiről, kiadásairól. Gyakorlatilag megnyugvással állapította meg a képviselőtestület azt, hogy a bevételek és kiadások között olyan különbség van, hogy tulajdonképpen pozitív szaldós ez a gazdasági év, tehát a hátralévő 2 hónapnak a levezénylését azt pénzügyi szempontból is viszonylag könnyen fogja tudni végezni a Marketing Kft. A második határozati javaslatban arról volt szó, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, tulajdonképpen 500 000 forinttal további támogatást ad a Kft.-nek, hogy ezeket a nem tervezett feladatait, amit egyébként neki ki kellett fizetnie, illetve hát a működés költségei azok megjelentek nála, azt valamiképpen finanszírozni tudja. A Marketing Kft.-nél alkalmazásban, pontosabban megbízással közreműködő könyvvizsgáló javaslataként került a napi rendek közé. Ő javasolta azt,
hogy bizonyos finanszírozási problémák esetleges megelőzése érdekében jó lenne, hogyha a KFT-nek az alaptőkéjét a tulajdonos felemelni 1 vagy 2 millió forinttal. Ezt több soron megvitatta egyrészt a Közművelődési Bizottság, a Felügyelő Bizottság, a Gazdasági Bizottság, és végül is az volt az általános vélemény, hogyha az esetleges pénzhiány kivédését szeretnénk mindenféleképpen orvosolni, akkor nem biztos, hogy az alaptőke emelésével kell ezt tenni, hanem inkább a teljesítési szerződéseknek olyan megfogalmazásával, hogy valamiféle előfinanszírozást kapjon a KFT, ne havi bontásban kapja meg azt a támogatást, amit az önkormányzattól kap, hanem mondjuk negyedévi részletekben kapja meg, és végül is ez az előterjesztés, ez az önkormányzat részéről elutasításra került, mondván, hogy ennél jobb megoldás. Oldások is léteznek, mint egy 1 vagy 2 millió forintos alaptőke emelés. Elkészült az előző években megszokott és Bátaszék város lakói által közkedvelt eseményekből álló jövő évi programtervezet is. Ezt külön költség szempontból tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint tartalmilag a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság. Összességében nagyon kevés a változás, egy-két területen belül történt módosítás. Azon rendezvények esetében, amelyek 2 évente kerülnek megszervezésre, azok nem szerepelnek a jövő évi programtervezetbe. Ilyen például a királyi gasztronómiai est. A vitatott, vagy hát inkább csak megbeszélt, vagy megtárgyalt kérdések azok elsősorban a finanszírozásnak a kérdéseiben jelentek meg, abban, hogy egy ilyen költségvetésű kulturális rendezvény sor mögött mennyi szponzorációt lehet megtalálni, és hát hogy az előző évek szponzorációitból kiindulva tulajdonképpen ez egy tisztességes támogatás volt azoktól, akik hát valamilyen meggondolásból, vagy akár üzleti érdekből az egyes rendezvényeket támogatták, és én azt gondolom, hogy ugyan ők a 2020-as évben is bizonyára meg fognak jelenni. Ha egy kicsit szerencséje lesz az önkormányzatnak, akkor talán még több is lesz ez a szponzoráció, mint az előző években, de ezt előre most még nem lehet megjósolni. Újdonság viszont, hogy Bátaszék rendezi jövőre az Euromóka elnevezésű nemzetközi játékot. A város 1993-ban már rendezett ilyen programot. A verseny hasonlít a korábban nagyon népszerű Játék határok nélkül címet viselő televíziós vetélkedő sorozathoz. Azok a testvérvárosok, akik Nyugat-Európában a mi testvérvárosunknak további testvérvárosai voltak, tehát Bézigheimnek, Ay, Franciaországban, Condé, Belgiumban, Newton Abbott, Angliában, tehát ezek már nagyon régóta, már a 60-as évek vége óta minden évben rendeztek a fiataljaik számára egy ehhez hasonló vetélkedő, tehát földi körülmények között, tehát nem ilyen extra felszerelésekkel, mint amit a televízióban látunk, de ugyanakkor nagyon ötletes, meg nagyon, nagyon jó kis játékok szoktak ezek lenni, többnyire egy ilyen 18-tól mondjuk 28-ig terjedő életkorúak számára szerveződnek ezek a játékok, és minden évben másút kerül megrendezésre. Tisztázódott, hogy Bátaszék lesz a rendező, és ide fogjuk várni ezeket a városokat, illetve fiataljait, delegációit, és hát ránk esik a megrendezésnek a joga, meg hát persze a feladata is, ami nem kis dolog, az elszállásolás, az étkeztetés, a játékok, a versenyeztetés, a zsűriztetés, tehát egy csomó olyan dolog, ami tulajdonképpen ezzel jár egy ilyen rendezvény megrendezésével. A program a Bátaszék Város Napja rendezvény sorozat része lesz 2020. júliusának első hétvégén. Ismét segítettek a bátaszéki tűzoltók, jótékonysági aukciójukkal hozzájárultak egy beteg kisfiú gyógyulásához. A Hívd meg Levit egy kávéra akcióban kifejtett tevékenységükért a szervezők egy fonalképpel jutalmazták a tűzoltókat, akik ezt árverésre bocsátották. A befolyó összeggel egy újabb kisgyermek megsegítését tűzték ki célul. Gyakorlatilag hosszú Levente gyógykezeléséhez figyelemfelhívással szerettünk volna hozzájárulni, és ennek teljes mértékben az volt a célja, hogy a 700 milliós gyógyszerének a kezeléséhez hozzá tudjunk járulni országos figyelemfelhívással. Ehhez csatlakoztak a bátaszéki tűzoltók is, akik akciójuk sikeréért kapták ezt a képet.
Természetesen ennek is jótékonysági kezdeményezés lesz a vége, hiszen a képet is átvedésre bocsájtják majd a lánglovagok. A történet úgy indult, hogy egy civil kezdeményezés vette kezdetét egy beteg kisfiú megsegítéséért. Teljesen magánemberként kezdtem el egy kezdeményezést, ami azzal indult, hogy az apró lépés oldalt létrehoztam, és ehhez a továbbiakban csatlakoztak segítőtársaim, és így most hárman alkotjuk az apró lépés csapatát, Kis Szabó Tímeával, illetve Fisztarolá Ilonával, és ehhez társult a rendezvénytárs csoportunk, ami most már egy 14 000 fős tetrekész csapat, és így szeretnénk igazából figyelemfelhívásokkal országos kezdeményezéseket teremteni, mint ahogy a Hívd meg Levit egy kávéra kampányunk is zajlott. Konkrétan Hosszú Levente megsegítésére tettem egy apró felhívást, és ebből alakultunk így országos kampánnyá, és ezt szeretnénk tovább vinni abban a szellemben, hogy olyan gyermekeknek tudjunk segíteni, akiknek gyakorlatilag az első lépéseihez hozzá tudnánk tenni azzal, hogy rájuk irányítjuk a figyelmet, illetve emberek tömegeit inspiráljuk arra, hogy összefogással próbáljuk megváltoztatni ezeknek a kisgyermekeknek az életét. A lépés nagyobb lett, mint amit a szervezők gondoltak, hiszen egy ország szembesült egy betegséggel, másrészt minden várakozást felülmúlóan sikerült megmenteni már több kisgyerek életét is. Mi sem számítottunk ekkora érdeklődésre, illetve sikerre, de rettentően jó volt azt érzékelni, hogy az emberek gyakorlatilag 10 000-ei voltak, akik napok alatt ezt velünk együtt felépítették, és így, ahogy mondod is, hogy az egész ország elé tárult gyakorlatilag akár az SMA betegségnek a hétköznapi élete, illetve a hétköznapban szükséges tetteknek a sorozatának az elvégzése, mert méltatlanul kevés figyelmet kaptak ezek a gyerekek, akik viszont az elmúlt másfél hónapban gyakorlatilag olyan reflektorfénybe kerültek, hogy az emberek azt érzik, hogy kell, hogy segítsenek ezeken a gyerekeken. A bátaszéki tűzoltók számára nem volt kérdés a segítség, hiszen egész életük arról szól, hogy embereket mentenek meg a bajban. Nem egészen egy hónappal ezelőtt vettünk részt a Tetris Challenge nevű kihíváson, amikor a gépjármű fecskendőből gyakorlatilag kipakoltunk mindent, és egy ilyen légi felvételt készítettünk. Mi úgy gondoltuk, hogy elrejtünk egy csésze kávét a gépjármű fecskendő mellé. Ez a légi felvételen viszonylag nehezen látható, de ez a csésze kávé ott volt, és ezen a Facebook csoporton keresztül gyakorlatilag nyertünk egy fonalból készített képet, egy kávét szimbolizál. Azért is örültem egyébként, hogy fonalból készült, mert ez a folytonosságot és a segítségnyújtást szimbolizálja az én számomra, illetve a többiek számára is. És gyakorlatilag azzal, hogy tudtunk segíteni egy gyermeken, egy beteg gyermeken, hiszen a mindennapokban is ezt csináljuk, nem feltétlenül beteg gyermekeken, hanem embereken segítünk, mindenképpen úgy gondoltuk tűzoltóság szintjén, hogy a kezdeményezés mellé állunk. És bár nagyon örültünk ennek a képnek, és most is nagyon örülünk, és szívesen ki is tennénk, természetesen a fényképeket ki fogjuk majd tenni a tűzoltóságon, de úgy gondoltuk, hogy egy másik beteg gyermeknek a javára licitre fogjuk ezt a képet bocsátani. Több gyermek került a látótérbe, több beteg gyermek. Isten igazából ez egy közös döntés volt a kihívás, illetve még a kezdeményezésnek a főszervezőivel. Narcisznak a sorsa nagyon megérintett bennünket, hiszen azért egy 90 fokkal kitekeredett gerincű gyermekről van szó, aki borzasztó nagy küzdő, ugyanúgy, mint a tűzoltók, mi is képesek vagyunk küzdeni, de azt gondolom, hogy Narcisz nagyobb hős nálunk, hiszen a mai napig mindent elkövet annak érdekében, hogy a családját, illetve a gyógykezelését ő maga is támogatni tudja. És amire senki sem számított, azóta a kormány bejelentette a döntését, miszerint minden 18 év alatti SMA-val küzdő kisgyerek megkapja a szükséges támogatást a gerincvelői eredetű izomsorvadás kezelésére. A bátaszékiek akciója ennek ellenére tovább tart, jelenleg 17 000 forint a kikiáltási ár. Bóta Gyula parancsnok azt mondja, a család olyan szociális körülmények között él, hogy a gyógykezelés mellett
minden forintra szükségük van. Most rövid reklám következik, ezt követően az óvoda felé vesszük az irányt, ahol minden esztendőben vendégül látják az intézmény egykori dolgozóit. Maradjanak velünk! Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a faliórát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Folytatjuk a Cikádor magazint. A városi óvoda hosszú idő óta rendez találkozót nyugdíjasai számára. A mai pedagógusok közül sokan találkozhatnak itt saját egykori óvónőjükkel, és adott esetben kikérhetik tanácsaikat is. Az idős kollégák számára ez a nosztalgiázás helye. Örömteli találkozás ez minden esztendőben, ahol a korosztályok is egymásra találhatnak. Egy dolog biztosan összeköti az asztal körül ülőket, és ez a gyerekek szeretete. Az idős óvónénik sok mindent megértek ebben a szakmában, és ha maiak közül valaki szakmai tanácsért fordulna hozzájuk, bizonyosan szívesen adnának segítséget. De ez a vidám este arra is jó, hogy felelevenedjenek régi történetek. Nagyon-nagyon régi hagyománya ez óvodánknak, hogy minden évben meghívjuk a nyugdíjas dolgozóinkat. Már az elmúlt évben is azon gondolkoztam, hogy hány éve is, mert kérdezgettem régen itt dolgozó munkatársakat, de egész pontosan ők sem tudták megmondani, hogy hány éve szervezzük mi már ezt a találkozót. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép, gyönyörű hagyománya intézményünknek, és semmiképpen nem szeretnénk elhagyni, mert úgy veszük észre, hogy mindig örömmel jönnek, mindig viszonylag sokan elfogadják a meghívásunkat, és tényleg azt mondhatom, hogy nagyon idős, régi kollégák is eljönnek ilyenkor hozzánk. Szerencsére előttem dolgozó vezetőkkel úgy gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolatom, rendszeresen beszélgetünk, és igen, előfordul, hogy egyszer-egyszer megvitatunk dolgokat, kérdezek, és megkapom a választ. Huszonnyolc évet itt Bátaszéken töltöttem el, az egyes számú napközi otthonos óvodában, majd a kettesbe, és innen kerültem szakfelügyelőnek a szekszárdi járásba, és most nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy látok legalább 8-9-10 régi kollégát, akikkel nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözöltük egymást, hiszen valahogy úgy érezzük, hogy a régi óvoda az volt az igazi óvoda. Nem tudom, hogy másokban is ez az érzés kevereg, és nem csak bennem. Én szerintem a régi óvoda családiasabb volt, úgy a kollégákkal való viszony is sokkal családiasabb volt, mert kollégákkal havonta összejöttünk mindig máshol, ahol megtárgyaltuk a világ dolgait, jókat nevettünk a bal lépéseinken, nevettünk a jó lépéseinken, tehát valahol sokkal családiasabb volt, összetartóbbnak látom én, mint ahogy most, és most nagyon jól esik, hogy itt lehetünk ezen a találkozón. Mit is tudnék én mondani azoknak az óvónőknek, dajkáknak, akik mondjuk amikor én 3 éves voltam, megfogták a kezem, kivettek édesanyám kezéből, bevezettek a csoportszobába, és mondták, hogy tessék elmenni nyugodtan, anyuka, ami majd vigyázunk rá. Mit tudnék mondani azoknak az óvónőknek, akik tojásba tették a kezemet, amikor rátenyereltem a forró kályhára, hogy enyhítsék a fájdalmamat, vagy amikor éppen rossz kedvem volt, vagy összevesztem a pajtásommal is, és hát megbékítettek bennünket. Hogy mit tudnék mondani annak az óvónőnek, aki amikor már kijöttem az óvodából, és esetleg kisiskolásként arra hexextem a
Kossuth Lajos utca óvoda irányába, és akkor mondja nekem, hogy hát de megnőttél, Robikám. Aztán néhány év múlva, amikor már középiskolába jártam, és ráköszöntem, hogy csókolom óvó néni, akkor olyan csodálkozva nézett rám, hogy hát vajon ki ez a fiatalember, ismerhetem valahonnan, hiszen azóta már számtalan generáció kiment a keze alól, és akkor egy kis idő múlva méreget, és mondja, hogy hát azt hiszem anyádat talán ismerem, és akkor te talán ő lehetsz, és akkor mondom, igen, én vagyok. Aztán fiatal felnőttként esetleg kollégaként dolgoztam, mint Zsuzsival, éveken, évtizedeken keresztül. Hát szerintem más nagyon nem lehet mondani, mint azt, hogy köszönöm. Szinte minden óvodai rendezvényünkre meghívjuk a régi kollégákat. Úgy gondoljuk, hogy azért ennyit mindenképpen megérdemelnek, hiszen nagyon-nagyon hosszú évet dolgoztak ők itt a városi óvodában, vagy a város óvodáiban. Nem véletlenül így november végére tettük ezt a találkozót, mert egy kicsit már összekötjük a karácsonyvárással, az adventi időszakkal, és úgy próbáljuk a környezetet is kialakítani, megteremteni, hogy ezt a meleg, barátságos, szeretetteljes légkört sugározza számukra. Én nagyon szívesen segítenék, hogyha érdeklődnének, és azt mondanám, hogy legfontosabb a kollegális összetartás, az egymás tisztelete, szeretete, becsülete, és ezt tudnám nekik ajánlani ahhoz, hogy jó közösségé tudjanak kovácsolódni. Az idősebb óvónénik sokszor mosolyognak, amikor egy saját egykori óvodásuk hozza a csemetéjüket. Ez a szakma szépsége, hogy generációk felnevelésében vállalnak szerepet. Az óviban pedig minden évben visszavárják azokat, akik évtizedekig tették a dolgukat, neveltek, meséltek vagy vigasztaltak, ha arra volt szükség. Második alkalommal rendezte meg a Beltaszék Ese évadzáró sportgáláját. A rendezvényen elhangzott, jelentős fejlődés tapasztalható minden szakosztályban, és az eredményesség mellett az infrastruktúrák is modernebbek lettek az elmúlt évben. A sportegyesület összesen 8 versenyzőt díjazott. Az elmúlt évet kellene dióhéjban jellemezni, akkor egy ilyen közhelyjel kezdeném, hogy ennél rosszabb évünk sose legyen. A Beltaszék Ese második sportgáláján ezzel a mondattal összegezte Nagy Ákos elnök az elmúlt esztendőt. Mind infrastruktúráját tekintve, mind eredményességében a vártnál jobb évet búcsúztathatott az egyesület, és olyan úton halad, mely minden sportvezető álma lehet. A sportgálának feltettünk egy nagyon komoly nívót a tavalyi évben. Ugye ez abból indult ki, hogy annak idején a sportbálba díjaztuk a sportolókat, ott köszöntöttük az edzőket is, és a 2017-es újonnan felállt egyesületi elnökség úgy határozott, hogy találjunk ki valami más fórumot, más gálát ennek a díjazásnak az átadására, illetve megtartására, és így alakult meg tavaly gyakorlatilag 2018-ban az első sportgála, és a visszajelzések, visszacsatolás nagyon pozitívak voltak, tehát ez egy nagyon jó, emelkedett hangú, nagyon színvonalas program lett belőle, és úgy döntöttünk, hogy hagyományt teremtünk belőle. Azt kell mondanom, hogy mind szakmailag nagyon, nagyon jól teljesítettek a szakosztályok, mind gazdaságilag, financiálisan nagyon jól gazdálkodtak, és nagyon jó évünk volt. Ugye hát csak gondoljunk a múlt heti műfüves átadó ünnepségre, tehát infrastruktúrálisan is fejlődött a BSE. Szakmailag én azt gondolom, hogy fiatalos, menedzser szemléletű emberek állnak a szakosztályok élén, tehát nagyon jó csapatmunka folyik a szakosztályokon belül, nagyon jó a pedagógusaink, nagyon jó az edzők és a diákok, versenyzők kapcsolata. Tehát én azt mondom, hogy most tényleg nagyon jól összeállt ez az év. Az egyetlen probléma az infrastruktúrális feszültség, mondja Nagy Ákos, ami mögött az áll, hogy hál' Isten még mindig van sportolni váló gyerek. És inkább ezzel küzdjünk meg, mint azzal a hiánnyal, hogy nincs kinek edzést tartani. Talán a város létszámához, vagy népességéhez mérten egész jól állunk, hiszen egy 300 fő feletti sportolói bázisról beszélünk. Most azt lehet mondani, hogy a sportegyesület szinte a város egyik legnagyobb létszámmal rendelkező egyesületévé nőtte ki magát. Nagyon sok fiatalt sikerül megszólítani a különböző sportágokban, karátét sem szabad kifelejteni, hiszen ott az ott dolgozó csapatnak is az elmúlt években sikerült megtöbbszörözni az utánpótlásban résztvevő fiataloknak a számát. A munka meghozza a gyümölcsét, ez a város is igyekszik megfelelő módon felnőni ez a fejlődéshez,
hiszen a sportlétesítményeket is igyekszünk olyan állapotban tartani, hogy megfelelő módon ki tudják szolgálni a sportolóknak az igényeit, a sportban dolgozóknak az igényeit, és hát ezt a munkát szeretnénk folytatni az elkövetkező esztendőben is. A többi szakosztályon is látom, hogy lépegetnek előre, például a kosarasok is, most már azért több utánpótlás edzőjük van, én úgy gondolom, hogy oda is nagyon ismerek sok gyereket, aki ide is járt, oda is járt, aztán majd az idő eldönti, hogy igazából melyik sportágnál köt ki, úgyhogy úgy gondolom, hogy nekünk utánpótlásra foglalkozó edzőknek az a dolgunk, hogy minél több gyereket oda kössünk a sportpályákhoz. Hogy ez most labdarúgás, vagy kosárlabda, vagy úszás, vagy karate, az szinte tulajdonképpen mindegy. A város marketing elemévé vált a BSE, hiszen kiváló megyei, országos és a kadete tekintetében nemzetközi eredmények viszik a város hírét. Ennek megfelelően a sportolók elismert tagjai a közösségnek, még a gyerekek esetében is. A szakmai munkában biztos, hogy lennének olyan, illetve vannak is olyan fiatal felnőttek, akik képesek adott esetben már felnőtt szinten is megfelelő eredményeket, vagy kitűnő eredményeket elérni. Ez mondjuk elsősorban az egyéni sportágokban igaz. A létesítményeink azért nem alkalmasak nemzetközi versenyek lebonyolítására, ezt jól látjuk, hiszen a karate szakosztály évek óta már nem tudja Bátaszéken megtartani a rendezvényeit, mert 600 fős részvételi létszámra ez már alkalmas, vagy nem alkalmas ez a létesítmény. Ezt a lehetőséget próbáljuk fenntartani. Én azt gondolom, hogy a mi szintünkön elsősorban a fiatalokat kell bevonni és megteremteni számukra a lehetőségeket, hogy ők szeressenek sportolni, és ha komolyabb eredményekre képesek, arra megvannak már a megfelelő szintű klubok. Én azt gondolom, hogy valamennyi szakosztály a lehetőségekhez mérten kitűnően teljesített ebben az esztendőben is. Nagyon jó szakmai gárda van kosárlabdában, karatéban, labdarúgásban és úszásban is. Ennél többet talán ez a kisváros nem is tudna sem anyagilag elbírni, és talán utánpótlásban sincs már annyi gyermek, hogy adott esetben ezt szélesíteni lehetne. A város közössége is büszke a fiataljaira, hiszen azért elkényeztetnek bennünket megyei szintű eredményekkel, most gondolok itt a labdarúgásra, ahol ebben az esztendőben ott vagyunk megyei szinten azért a dobogón. De karátéban évek óta hozzuk nem csak az országos, hanem a nemzetközi szintű eredményeket, úszásban diákolimpiai helyezéseink vannak, és amikor ezeket olvassuk, akkor büszkék vagyunk, hogy bátaszéki gyerekek ilyen eredményt tudnak elérni, jó bátaszékinek lenni. Az idei évben díjat kapott Izsák Bence karatézó, Bakó Bálint kosárlabdázó, Gábor Gergő labdarúgó, Szűcs Kristóf úszó, Heberling Dániel kosárlabdázó, Varjas Balázs labdarúgó, Győri Liana karatézó és Kovács Zoltán karatézó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!